Csuka Ferenc, művész nevén Bike, zene iránti érdeklődésének kezdete egészen 1972-re, a gimnáziumi éveire tehető vissza. Akkoriban egyetlen egy emberke volt itt a környéken, aki úgy tényleg komolyabban foglalkozott ezzel, ő az Imre Laci volt, művész nevén Tuti, és 72 őszén akkor egy kis foglalkozáson vettünk részt, többen, osztálytársaimmal, az akkori művelődési házban. És ez valamilyen kulturális foglalkozás volt, ilyen kultúrfoglalkozás, és azzal zárult, hogy a Tuti az akkori csúcs technikával egy 30 wattos hangfalal egy beépített erősítővel tartott nekünk egy ilyen kis lemezbemutató szerűséget, és akkor ott abban a pillanatban megfogott engem ez a téma. Én úgy gondolom és úgy emlékszem, hogy az volt az a döntő pillanat, ami a mai napig is tart. Ettől kezdve Pike minden ilyen jellegű zenés megmozduláson az elsők között ott volt. Pályája kezdetén egy szalagos magnóra vette fel az akkori slágereket, egy mikrofonnal, Szokor rádióról. A felvételeket barátaival együtt hallgatták. A zene megfogott, emellett ugye egyből érdekelni kezdett a technika, a hangtechnika. És akkor a gimiben, harmadikban választani lehetett német nyelv, illetve egy plusz gyakorlati foglalkozás között, ahol az akkori osztályfőnököm, a Pos Guszti bácsi, ő is szintén ilyen elektronika közeli emberke lévén ezt a plusz foglalkozást ilyen elektronikai dolgokra fordította, úgyhogy ott kezdtem megismerkedni aztán ezekkel a dolgokkal, és ennek hatására gimnázium után én jelentkeztem egy rádió-tévé műszerész tanfolyamra, akkor így hívták, egy 2 éves képzés volt, ami hál' Istennek akkor már Pécsről a helyi jelentkezőknek ide került Szekszárdra az 505-ösbe, úgyhogy gimnázium érettségi után én jelentkeztem ebbe a suliba. Fel is vették. A képzés gyakorlati helye a szekszárdi Gelka Szerviz volt. Egy hifi technikát szerelő alkalmazott mellé került tanulónak, ez egyből feküdt a pályájához. A megjavított készülékeken hallgatta az addig összegyűjtött szalagokat. Mindig a BS-t hallotta meg, és egyszer egy szombaton délután nem bírta tovább, oda jött, hogy odaadnám neki a szalagjaimat, és akkor hétvégén ő ezt átmásolja magának, vagy hát amit tetszik neki. És mondtam, hogy persze ez semmi akadálya. És aztán hétfőn azzal jött vissza, hogy szombaton este milyen jó diszkót csinált Mórágyon, mert ő kismórágyi származású, és ott szomszédjában van a Mórágy, ahol van a művelődési ház, mai napig is, és hát ott csinál diszkót az én szalagjaimmal. És akkor hát kérdeztem tőle, hogy hogyan, meg miképp, meg merre, meddig, és akkor mondta, hogy hát ő zenélt ott egy basszusgitározott egy együttesbe, egy ilyen kis amatőr együttesbe, akiknek ugye voltak azért már technikai feltételek, tehát hangfalak, erősítők, egyebek, és hát ezeket felhasználva ott pörgette a szalagjaimat, és milyen jó kis buli alakult ebből ki. És akkor mondtam, hogy hát miért nem csináljuk közösen, hogyha ilyen alkalom van, hely van, igény van, akkor dobjuk össze a cuccainkat, és akkor próbálkozzunk. És akkor így indult el az egész. Ettől kezdve beindult Pike életében a diszkózás. Arra az ötletre jutottak, hogy elmennek egy akkori időben ismert zenekarral, a Derbi együttessel fellépni, és a szünetekben fognak zenélni a közönség számára. Ennek a Derbi együttesnek egy nagyon remek dinakord erősítője volt, keverő erősítő, amivel ugye a frontot hangosították ki, és ennek már 4-sávos hangszínszabályzója volt, még potméteres, tehát ilyen forrópot is, de már 4-sávos, és ezzel remekül ki tudtuk szűrni a szalagos magnó gyenge pontjait. Úgyhogy ezeken a bulikon tényleg nagyon-nagyon jól tudtunk megszólalni, annak ellenére, hogy tényleg nagyon gyenge láncon keresztül rögzültek a felvételek, de itt már szóltak valamennyire. Kisfalvak művelődési házaiban léptek fel, hamarosan nagyobb településeken, Hőgyészen és Szekszárdon is befutottak. Tolnán akkor még Imre László volt az első számú lemezlovas, de amikor behívták katonának, Csuka Ferenc helyettesítette. Aztán hát, hogy a bulik milyen gyakorisággal voltak, hát ez teljesen változó, mint a mai napig is, tehát itt nem lehet egy permanens, állandó, szakaszosan felépülő dologról beszélni, ez mindig igényjellegű volt, főleg azért, mert én
tényleg igyekeztem mindig a háttérben maradni, nem voltam soha Rivalda fénybe vágyó, vagy ott magát olyan nagyon jól érző. Én el voltam azzal, hogy a technikai dolgok azok úgy működjenek, amit a jelen pillanat megenged, maximumot kihozni belőlük, és én inkább mindig a zenét hagytam előtérbe kerülni, a zenét dolgozni, úgymond. Tehát én voltam a nagy dumás és az előtérbe kerülő ember, hanem lehetett ez bármikor is, mai pillanatig is. Én igyekeztem mindig a zenét azt eljutatni az emberekhez. Az 1991-ben nyílt El Palacio diszkóban a dekorfények és a hang összerakását is Pike végezte. Ott volt a bulikon, szükség esetén beszállt a zeneszolgáltatásba. Ez volt hosszú időn keresztül a megye leglátogatottabb szórakozóhelye. Önállóan is diszkózik 1993-tól mindmáig, havonta egyszer Gerjenben. Emellett Tolnán évente néhány alkalommal beindítja a lemezlovardát a kulturális központban. Szeretném, ha a következő koncertben emlékeznék, hogy egy jó barát van, egy kollégára, aki még ma is itt állatna mellette. Ez volt az egyik húsza, az egy jelen emlék a kultuszerelékezőn. Pike elmondása szerint a DJ fogalma a mai napra már megváltozott, és a bulik hangulata sem olyan, mint régen.